Vendégem a Kodály Spicy Jazz művészeti vezetője Görög Dani, és az imént látott animációs klip alkotója Nagy Bálint. Sziasztok! Szia! Hello! Ez egy nagyon érdekes közreműködés, amit ti létrehoztatok, ugyanis nem az történt, hogy a zenészek keresték meg az alkotót, hanem ez egy fordított út volt. Hogy találkoztatok először? A Bálint keresett meg minket körülbelül egy bőfél évvel ezelőtt a közösségi oldalon, hogy szeretné felhasználni az egyik dalunkat egy podcasthoz. Amerikai streamereknek csinál videókat, és ahhoz szerette volna felhasználni a videóját, vagy a zenénket, és igazából ezért keresett meg minket, hogy lehet-e erről szó, és mondtuk, hogy persze, hogy ne, hiszen ez volt a célunk, hogy megtaláljuk a fiatalokat ezzel. Mesélj nekünk, Bálint, hogyan találtad meg ezt a jazz formációt? Hogy lettél a rajongójuk? Hát egy időben nagyon sok jazzt hallgattam, és gondoltam, hogy szétnézek, hogy mi újság itt Magyarországon, és megtaláltam őket, és elloptam a zenéjüket. Ilyen jól tetted. Hát igen, és aztán elloptam még egyszer, hogy hallottam, hogy örültek neki, és gondoltam, akkor megcsinálom még egyszer, és hát bejött nekik így. Mennyire ment könnyen ez a közös munka? Abszolút szabad kezet adtatok Bálintnak, mert ugye ő jelentkezett, és ő hozta ezt a képi világot, vagy ti is elmondtátok az ötleteteket, és kértetek tőle dolgokat, amiket a későbbiekben meg is valósítottál. Hogy képzeljük ezt el? Vagy ti akár egy kész anyagot kaptatok? Először egy ilyen másfél percet kaptunk körülbelül a videóból, és megmondom őszintén, először elkezdtem egy kicsit magyarázni neki, hogy mit, hogy kellene csinálni, hogy néz neki jól. Aztán ugye rájöttem, hogy most nem az van, ami szokott lenni, hogy én szeretnék egy videóklipet rendelni valakitől, hanem ezt ajándékba kapjuk, úgyhogy gyorsan leállítottam magam, hogy ne szóljak bele nagyon az alkotó folyamatba, és hát szerencsére, hogy ezt nem tette meg, mert nagyon jó lett a végeredmény. Mi volt itt az alapötlet, Bálint? Hát foglalkoztatott a magyaroknak, meg a magyarországi mentális dolgoknak a témája, és kerestem egy olyan számot, amire ezt így rá tudom húzni, és megtaláltam őket, és tudtam, hogy ez lesz az. Beszéltetek már arról, vagy gondoltatok arról, hogy a jövőben dolgozzatok együtt? Igen, nekem tervben van, most készítjük a második albumot, úgyhogy abszolút szeretnénk, hogyha ez tovább működne közöttünk, mert nagyon-nagyon jó videóklippeket csinált, vagy videóklippet csinált a Bálint, és nagyon-nagyon jó érzékkel fogja meg a zenét és a képi világot. Meg az nagyon jó, amikor jön egy fiatal, aki új látásmódba helyezi az egészet. Hogy említetted, hogy készül a második album, mikorra várható ez, és mit várhatnak majd a rajongók? Ha minden jól megy, akkor tavasszal tavaszra elkészül a második lemezünk. Próbáltunk most is minél ismertebb népdalokat feldolgozni. Lesz egy-két érdekesség benne. Próbálunk összemixelni 3-4 darab gyermekdalt is egy dallá, és valószínűleg, hogy lesz benne egy hip-hop dalunk is. Arról beszélj még egy picit, hogy idén tavasszal, pár hónappal ezelőtt a zenekarban jelentős változások történtek. Pontosan kik jöttek, kik mentek, milyen most a zenekari felállás? Igen, gyakorlatilag rajtam kívül mindenki új a zenekarban. A Cséri Zoli, a Köles Márk és a Szentgalai Gyuri volt az előző zenekarnak a ritmus szekciója, de sajnos ugye az nagyon sok külföldi koncert miatt ezt nem tudták vállalni, a külföldre utazás, ugye a élet fura fintora, hogy most pont nem tudunk külföldre menni. Igen. De az évelei szokásos zenekari megbeszélésen megbeszéltük, hogy mivel ők ezt nem tudják vállalni, ezért új formációt kell alakítanom, és akkor 3 fiatal srácot, ugyancsak egyébként ilyen Bálint korabeli srácokat találtam meg, az Óhidi Leventét, a Vendő Mátét és a Szabó Kristóf Márkot. Bálint, mind dolgozol, most mit láthatunk majd tőled a közeljövőben? Hát most nagyon sok minden elfoglalja az időmet, szóval szerintem ilyesmi projektbe legalább egy évig nem kezdek, meg nem is nagyon tervezek, de hát erről a dolgodról még nem hallottam, szóval akkor lehet, hogy ez lesz az. Lesz az. Nagyon-nagyon várjuk majd a közös munkát, mert ez is fantasztikusan sikerült. Nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttetek hozzánk. Köszönjük szépen.